Éberhard Gábor vagyok, Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. Ügyvezetője. Ezek az autók 18 darab hulladékgyűjtő autó, szelektív hulladékgyűjtő autó. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás beruházásában valósultak meg, illetve szerezte be őket, és az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft.-nek adja át üzemeltetésre. A társaságunk a megye valamennyi településén kijelölt hulladékközszolgáltató, és ezek az autók is ennek a közszolgáltatásnak a színvonalának az emelésében fognak részt venni, mégpedig a szelektív hulladékgyűjtésben, tehát papír, műanyag szelektív gyűjtésben fogjuk őket használni, akár már jövő héttől. Mekkora a beruházás keretében valósult ez meg, és mit tartozik még ebbe? Ez egy KEOP 111 címszavú beruházás volt, illetve folyamatban van. A teljes beruházás érték 3,2 milliárd, de ebbe vannak építési elemek, hulladékkezelőgépek, 100 000 darab hulladékgyűjtő edény, köznapi nevén kuka, amit jövő héten kezdünk el kiosztani, és ezek a járművek. Ezek a megye területén lesznek? Így van, szoktam mondani, hogy Tisza-Becstől, Tisza-Dobig, a megye valamennyi településén ezeket fogjuk használni szelektív hulladékgyűjtésre.